A mi azért mozgalom árulásként értékeli mindazt, amit Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben tett. Nem ezt ígérte a magyaroknak, és nem erről beszélt az országgyűlési vita során sem, amit végül Brüsszelben tett, amikor egyszerűen kisétált, de nem vétózott Ukrajna-Európai Uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdésével kapcsolatban egyértelműen azt gondoljuk, hogy az, amit Orbán Viktor tett, az semmi másról nem szólt, mint egyfajta színjátékról és zsarolásról, aminek célja az volt, hogy az Európai Uniós milliárdok meginduljanak Magyarország felé, meg is kapta azt a júdás pénzt, amit remélt Orbán Viktor, amikor több mint 10 milliárd eurót elindítottak Magyarország felé. Ugyanakkor tekintettel arra, hogy ennek a több mint 10 milliárd forintnak a felhasználása is olyan célokhoz kötött, mint például az oroszországi könnyebben hozzáférhető, betonbiztos és sokszor olcsóbb energiahordozókról való leszakadást, vagy akár az energia átállás, vagy a zöld energia felé való átállást szolgál ez a pénz. Ebből igazából Magyarországon mi gazdasági fellendülést nem várunk. A NER rendszer viszont annál inkább, hiszen majd ezeket a különböző energia, energiával kapcsolatos beruházásokat is majd, ahogy az lenni szokott, ilyen NER közeli cégek fognak kivitelezni. Éppen ezért mi az áng mozgalom a legkeményebben és a leghatározottabban felkíván lépni a fideszes korrupcióval szemben, ezért korrupciófigyelő néven fogunk létrehozni egy honlapot. Már él az az e-mail cím, amin várjuk a bejelentéseket, a lakossági bejelentéseket, bármilyen korrupciós ügy kapcsán, az e-mail cím korrupciófigyelőkukacmihazánk.hu, és bármilyen komolyan vehető bejelentés esetén mi rendőrségi fejelentést fogunk tenni, és végig fogjuk kísérni ezeknek a feljelentéseknek a, a nyomát, ha kell, akkor elmegyünk a nemzetközi fórumokig, nemzetközi bíróságokig, és rögtön már az első ilyen feljelentést meg is tesszük ezen a héten. Ugyanis a Magyar Jelen című hírportálon ma megjelent egy olyan írás, amiből kiderül, hogy Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója, valószínűleg egy olyan ügyben vett részt, ami a hivatali visszaélés és más bűncselekmény, akár befolyással üzérkedés bűncselekmény gyanúját felveti, ezért ismeretlen ellen megtesszük a fejelentést. Ebben a cikkben az szerepel, hogy olyan bizonyítékok jutottak el a magyar jelen szerkesztőségéhez többek között hangfelvétel, amiből az derül ki, hogy Kubatov Gábor személyesen járt el, Vertán György egy nagyon régi barátjának az ügyében 2021-ben, amikor Vertán György üzletember egy telekegyesítési ügy miatt a Budapest főváros kormányhivatalához fordult. Ennek a 12. kerületi hivatalában történhetett ez a visszaélés, ahol Kubató Gábor személyesen járt el Vertán György telekegyesítési ügyében. Az ügy az azért veti fel a bűncselekmény gyanúját, egyrészt mert egy politikusnak a kormányzó párt pártigazgatójának, alelnökének, országgyűlési képviselőnek nem feladata az, hogy személyes ügyekben, hivatalokban eljárjon, vagy akár hivatali intézkedésekre utasítson hivatali vezetőket. Másrészt pedig Vertán Györgyöt évtizedes barátság fűzi Kubatov Gáborhoz. A Vertán György érdekeltségében tartozó cégek pedig a magyar közpénz százmilliókat, sőt milliárdokat kapott az elmúlt több mint tíz esztendőben. Ezek közül csak egy-kettő példát hagy emeljek ki, a Damit Informatikai Kft., ami szintén Vertán György érdekeltségébe tartozik, a Fidesz frakciónak is dolgozik, itt a mögöttem látható országgyűlés hivatalától rengeteg közpénzt kapott arra, hogy többek között a Fidesz honlapját üzemeltesse. Itt közpénz 100 milliókról és milliárdokról beszélünk, de akkor, amikor talán emlékeznek rá, amikor leállt a választási rendszer, informatikai rendszer, akkor is fölmerült ugyanennek a cégnek a neve, illetve Vertán György neve, ezen kívül több minisztériumnak dolgoznak, és számos egyéb módon folyik oda a közpénz. Ami még érdekesség ebben az ügyben, hogy megint rávilágít arra, hogy összeér a balliberális oldal a fidesz hogy ugyanennél a cégnél, a Vertán György gyerekettségvel tartozó Damit Informatikai Kft-nél dolgozik a Momentum informatikai vezetője, Sauer Dávid is, ami önmagában egészen elképesztő, hogy a Fidesz informatikai rendszerét és a Momentum informatikai rendszerét rendszerét ugyanaz a kör működtet irányítja. A fejlentést tehát megtesszük, ismeretlen tettes ellen, hiszen nyilván itt a kormányhivatalban is történhetett visszaélés, és Kubatov Gábor részéről is történhetett visszaélés. A magyar jelentől pedig várjuk a további bizonyítékok és a cikknek a, a folytatását és ezeknek a bizonyítékoknak a bemutatását, amit szintén csatolni fogunk a feljelentéshez.